Ismét színi napokat rendeznek a nyírpazonyi két tanítási nyelvű általános iskolában. A program már közel 30 éve hagyomány az intézményben, és a témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban az intézmény vezetője, dr. Bárány János. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Miről szól ez a 30 évre visszatekintő hagyománnyal rendelkező program? Tulajdonképpen, mikor iskolánk felvette a Színi Károly nevet, onnantól kezdve ennek a névadónak szerettünk volna emléket állítani, és a kezdetekként még színi hetek voltak, amikor egész héten a gyermekek programokon vettek részt. Az utóbbi időben ezt leredukáltuk, és 3 napig tart ez a program. Az idei programnál a hulladékgazdálkodás, hulladékgyűjtés, környezetvédelem és a mozgás fontosságára fektettük a legnagyobb hangsúlyt, és ennek eredményeképpen a mai napon egy újrahasznosított kiállítással nyitottuk meg a napot, aminek eredményeképpen a gyerekek hulladékokból készítettek különböző tárgyakat, amelyekkel a kreativitásukat fejezték ki, valamint azt, hogy hogyan lehet a hulladékot felhasználni. A délelőtt folyamán a doktornő a mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet, és ezzel kapcsolatosan tartott egy előadást, majd délután a rendőrkapitányság jóvoltából a közlekedj okosan, tehát biciklis vetélkedőre került sor az iskolába és egy előadásra. A holnapi napot azt egy... Ez nem jelenti azt, hogy nincs tanítás? Nem, természetesen nem. Tehát délelőtt tanítunk, és ezek a programok délután szolgálják a gyerekeknek a mindennapi kikapcsolódását. Tulajdonképpen a délután folyamán is játszva tanulnak, és tesznek szert olyan ismeretekre, amelyet a mindennapi életbe fel tudnak használni. A holnap reggel az egy tornával, reggeli tornával fog kezdődni, majd karate bemutató fog következni, és a katasztrófavédelem és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási ZRT segítségével egy programon fognak részt venni a gyerekek, amelynek az a címe, hogy ne gyújtsa, hanem gyűjtse, és ennek eredményeképpen egy tűzoltó szerkocsi is kijön az iskolába, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a tűzoltóknak a munkájával, magával a tűzoltó gépjárművel. Délután pedig különböző játékos vetélkedőkre fog sor kerülni, aminek eredményeképpen a gyerekek osztályonként különböző játékokban fognak részt venni. Hát, látom, eléggé feltöltötték a napokat. Így van meg, és nagyon jó lesz a péntek délután, amikor Halloween tökfaragásra kerül sor. Ezt tulajdonképpen 8 éve vezettük be, amióta két tanítási nyelvű az iskola. Azóta az amerikai Halloween programot veszük be, és a gyerekek nagyon élvezik, mert kreatívan a tökből különböző figurákat faragnak ki, és ebbe estére gyertyákat helyezünk el, és az egész napot egy diszkó fogja zárni, aminek hangulatosá teszik ezek a kifaragott tök figurák. Itt hát ugye szemet szúrt, az meg ön is beszélt a hulladék kezelésről, mert mi a tapasztalata egyébként a fiatalok, mennyire tartják ezt fontosnak? A fiatalok ezt nagyon... Szelektív hulladékgyűjtés, gondolom. Szelektív hulladékgyűjtés, igen. Nagyon fontosnak tartanánk, csak ezeknek vannak technikai akadályai, hiszen az iskolába akkor kellene 3 féle szemetet, műanyag, papír és egyéb hulladékot, és ennek a rendszere nincs még kidolgozva. Mi nagyon szeretnénk a kapcsolatot felvenni a hulladékgazdálkodási ZRT-vel, hogy nyújtsanak nekünk segítséget abban, hogy már kis gyerekkorban a gyerekek a hulladékot szelektíven tudják gyűjteni. Csak ennek ugye még akadályai vannak, technikai akadályok. Önök két tanítási nyelvű általános iskola, ez mit akar, hogy minden egyes óra, tehát akár a magyar óra is angol nyelven zajlik? 2011-től iskolán két tanítási nyelvű oktatás. Ez azt jelenti, hogy mivel egy ideális létszámú iskola, és egy osztály van minden év folyamon, a fele osztály az a hagyományos tanrend szerint tanul, a másik osztály pedig két tanítási nyelvű.
tulajdonképpen első osztálytól kezdődően tanulnak a gyerekek angolt. Magát az 5 angol órát, testnevelés, rajz, énekórát tanulják angolul. Negyedik osztályban az 5 angolhoz már hozzájön a természetismeret. Ötödik osztálytól kezdődően pedig természetismeret, történelem tantárgyat tanulják, országismeretet, technikát és rajzot, és 7.-8. osztályban pedig a történelemhez hozzájön még a biológia tantárgy, amit angolul tanulnak a gyerekek, tehát durván hetente 10-11-12 órát tanulnak angolul. Gondolom azért nem lehetett könnyű összeállítani a tematikát meg annól. Hát szerencsére vannak olyan nevelőink, akik tudják tanítani a tantárgyat, és egy másik nagy örömünk, hogy a kezdetektől fogva van egy amerikai lektortanárunk, aki felügyeli tulajdonképpen a két tanítási nyelvű oktatást iskolánkban, és ő tulajdonképpen a mi iskolánkban tartózkodik minden nap, és segíti a pedagógusoknak a munkáját. Azért ez nem egyszerű, hogy egy diák, bár ahogy mondta, azért szépen lassan évről évre vezeti be a gyerekeket a nyelvtanulásba, de azért, tehát ez egy nem egyszerű harc lehet, vagy kihívás, inkább úgy mondom, a gyereknek. Kinek ajánlja, milyen gyereknek, milyen szülők gyerekeinek? Minden szülő gyermekeinek ajánljuk, hiszen ma már tudjuk, hogy egy nyelvtanulás az nem olcsó mulatság, és itt, ha első évtől kezdődően a gyermek bekapcsolódik ebbe a rendszerbe, akár 8. év végére nyelvvizsgát is tehet. Tehát nagyon jó alapokat szerez ahhoz, hogyha tovább halad középiskolába, akkor ezt az angol anyanyelvnek egy stabil háttere lesz, és könnyebben tud ráépíteni. A iskolában nagyon szívesen várunk bárkit, bármelyik napon, ha előre bejelentkezik, akkor eljöhet és megnézheti a két tanítási nyelvű oktatást első osztálytól kezdődően, hogy hogyan zajlik. Hányat tanulnak önöknél? A mi iskolánk, mondom, egy ideális 185 tanuló van, és ennek a fele tanul két tanítási nyelvű, tehát angol nyelvű oktatásban. De van még hely akkor ezek szerint. Még van, és várunk mindenkit nagy szeretettel. Említette a nyelvvizsgát, csak azért erre még hadd kérdezzek rá, hogy milyen fokú nyelvvizsgáról? Ez attól függ, hogy a gyerek hol érte. Tehát azért mondom, hogy most értünk el 8-ból, most lesz az első év, amikor lezáródik. Hát alap és középfok, de tulajdonképpen ez most fog majd kialakulni év végére, hogy hány tanuló az, aki le tudja tenni ezt a nyelvvizsgát. Ráadásul közel vannak Nyíregyházához is, lévén, hogy egy Nyírpazonyban van az intézmény. Rendben, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen is.